Huckleberry Finn és barátai. Huckleberry Finn, Ian Tracy, Dunai Misi. Jim, Blumen Kuma, Kerekes József. A herceg Hans Schimmelpfennig, Láng József. A trónörökös Joseph Dallen, Perlaki István. Jó volt újra lefelé ereszkedni a folyón, csak én meg Jim, és senki nem háborgatott bennünket. És akkor összetalálkoztunk két idegennel, mi több, fölvettük őket a tutaj fedélzetére. Kijelentették, hogy bennük királyi vér csörgedez, és úgy kellett bánnunk velük, mintha király vagy herceget volna. Szólítsatok nyugodtan felséges uramnak, és hajoljatok meg előttem. Nem is volt olyan borzasztó, míg úgy nem döntöttek, hogy színi előadást tartanak, és előadják a Rómeó és Júliát. Csak úgy dől majd a rengeteg. Ez már egy kicsit több volt annál, mint amit el lehetett viselni. Hé, Rómeó, merre vagy? Mark Twain regénye alapján a forgatókönyvet írta Alf Harris. Rendezte Michael Barry. Egy szép reggelen, miközben vígan csurogtunk lefelé a folyón, kikötöttünk egy kisvárosba. Úgy 2-3 mérfölddel lejjebb álltunk meg, és Jim meg én hozzáláttunk a reggeli készítéshez. Két királyi fenség pedig elkezdte gyakorolni a színi előadást. Először is, felséges uram, azt a borzongató és halálosan izgalmas párbaji jelenetet fogjuk betanulni a harmadik Richardból. Annak mindig óriási sikere van, ezt én mondom. Az az érzésem, hercegem, hogy ezzel kárt lehet okozni egy emberben. Hisz épp ezért tanuljuk be bukott trónörökösöm. Olyan élethűen fogjuk előadni, olyan bombasztikusan, olyan izgalmasan, olyan nagyszerűen, és ugrálunk, és félreugrunk, betöltjük a színpadot, és megpróbáljuk eltalálni egymást, de mindig elhibázzuk. Inkább azt tisztázzuk, hercegem, hogy mit kell mondanom. Neked nincs szöveged ebben a jelenetben, drága trónörökös, amit csak neked kell beszélnem, mert te egy Clarence nevű király vagy a bátyám. Én vagyok Richard, sánt a lábam és pupos a hátam. És ettől olyan gonosz vagyok, olyan kegyetlen és olyan szörnyen gomisz, hogy el akarom venni tőled a trónodat, és én magam akarok a király lenni. Kezdjük el! Neked kell elsőnek lesújtanod. Támadj, Clarence Bestöv, támadj! És legyen átkozott, ki elsőnek kiált fel! Védd magad! Még egyszer! Az első véri! Drága ellenséged, még egyszer, és megpecsételem életet szörnyű haláloddal! Te spártai kutya! Találok neked egy hideg rögöt a halott Cézár oldalán! Horáció! Horáció! Azt akarom, hogy a hét halomra alapított Gloucester legyen a sírpartod! Isten veled, hitszegő Clarence! Nem teljesen saját jó szántamból öltelek meg! Álljon fel! Itt van! Rómeó és Júlia. Ez egy igazi tragikus történet, egy Rómeó nevű fiúról szól. Én fogom játszani. Aki beleszeret egy gyönyörűséges fiatal lányba, akit Júliának hívnak. A lány is viszont szereti. De nem lehetnek egymásai, mert a szüleik haragban állnak. Trónfosztott felséges uram, Júliát be fogod játszani? Mármint, hogy én? Igen. Nézek én ki, hercegem. Úgy gondolod, hogy ezzel a fehér szakállammal én vagyok a legalkalmasabb erre a szerepre? Lehet, hogy a magunk fajta okos embereknek nem, de ezeknek a falusi embereknek. Mellesleg kosztümöt is kapsz tőlem, és nem kell, hogy kilátszon a szakállad. Mind már más. Tessék, itt a szöveg.
Amíg te emlékezetedbe végzed a szerepedet, nekem valami egyéb fontos dolgom van. Bemegyek a városba, és utána nézek, hol tudnék keríteni egy jó kis nyomdaképet. Nem volt távol úgy 3-4 óránál többet, és most valami nagyon furcsát mondok. Ez elég is volt az öreg úrnak, hogy fejből megtanulja azt a sok verset. Gyertek, barátaim! Gyertek ide! Gyertek gyorsan! Nézzétek, ezen legeltessétek a szeleteket! Mestermunka, én magam nyomtattam, amíg a helybéli nyomdász véletlenül elment ebédelni. Én nem tudom elolvasni ezt a sok betűt. Mi van ide írva? Ma este Shakespeare felújítás. A világhírű londoni királyszínház előadása. A királyszínház legjobb színművészei előadják az Erkély jelenetet a Rómeó és Júliából, és a vérfagyasztó párbaj jelenetet a harmadik Richardból. Csak ma este. Belépő díj 25 cent. Na hát, ha ez nem vonzza a kasszához ezeket a faragatlan nézőket, ne legyek Bridgewater hercege. Nagyon meggyőző, hadd mondjam meg őszintén. De hercegem, hogy fogod teleragasztani vele a várost? Majd ők megcsinálják. Nekünk tanulnunk kell. Én szívesen, ne legyen vele gondja. De Jim nem jöhet. Szerintem neki veszélyes nappal mutatkoznia. Megmondtam, hogy erre is kitalálok valami okosat. Ezt nézd meg. $200 jutalom? Ha ezt a városiak meglátják, ide fognak jönni, hogy elkapják. Persze, hogy ide jönnek. Mi pedig megmondjuk nekik, hogy mi már elkaptuk, és télre visszük, hogy felvegyük a jutalmat, csak nem hagyhatjuk egyedül. Ez sokkal jobban hangzik, mint az igazság, nem? Hát, igaza van. Ha egyszer ti már elkaptatok, ők nem csinálhatnak velem semmit. Azt hiszem, Háknak mégiscsak van valami igazsága. Jobb lenne, ha egyelőre itt maradnál a tutajon. De ha ezentúl napközben is utazni akarunk, csak megkötözzük egy madzaggal, mint hol fogjunk volna. Majd meglátjátok, úgy fog menni minden, mint kés a vajban. Igen, ez jó. Egy csomó madzagunk van. Már is megkötözöl? Dehogy, elég lesz később is, ha véletlenül erre téved valaki. Én most bemegyek a városba. Jim, te bújj el a kaibában. Sietek vissza. Bridgewater, csak gratulálni tudok. Ez az ötlet visszaadja elveszett királyságunkat. Én kiszögeltem a plakátokat, ahova csak tudtam, de nem vettem észre, hogy bárki is érdeklődött volna irántuk. Én ugyan tudtam, hogy hazugság az egész az utolsó szóig, ennek ellenére mégis kíváncsi voltam az előadásra. Hé, Rómeó! Merre felé vagy? Rómeó! Már tudom, már megvan, Bridgewater, hadd mondjam el még egyszer. Rómeó! Rómeó! Egy csodálatos este, kultúra és szórakozás, csak két alkalommal, $2 a belépőjegy. Á, nagyon fogja élvezni, ura. Köszönöm. Figyelj, ha jelt adok, húzd fel a függönyt. Ha vége van, engedd le, de készülj föl, hogy rengeteg ismétlés lesz. Ami azt illeti, nincsenek túl sokan odakint. Az nem számít. Az előadásnak mennie kell. Hol van a trónfosztott őfelsége? Ne izgulja, mindjárt elkészül. Nem mondom, jól néz ki abban a női ruhában. Ez nagyszerű. Húzd fel a függönyt, hogy kezdődik az előadás. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! A híres balkon jelenet a Rómeó és Júliából! Becsit! Ó, mondd, mi fény tör át az ablakon? Nap kelte az, és napja Júlia!
hogy borul le arccal két kezére. Borul le két kezére. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot, hogy érném azt az arcot. Hé, Rómeó, Rómeó, hé, szólj, merre vagy, Rómeó? Tagadd meg atyád, és dobd el nevedet, mert mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, akkor is oly tökéletes marad bármi néven. Ó, Rómeó! Dobd el hát neved, és egy élettelen szóért cserébe kicsit az életed. Most már aztán elég legyen! Ez egy első osztály előadás! Az ilyen formátumú színművészek nincsenek hozzászokva az ilyen bánásmódra! Ha továbbra sem hagyják abba ezt a randalírozást, leeresztjük a függönyt, és maguk kultúra lépünk! Walter, azt ígérted, egy rakás pénzt szerzünk. Ezek után viszont annyi pénzt se szedtünk össze, hogy kifizessük a termet. Azt hiszem, jobb lenne, ha kereket oldanánk. Minél hamarabb, annál jobb. Egy királyi felségből nem lehet csak úgy hülyét csinálni. Azt a mindenségit, hát erről van szó. Felségedet nevetségesítették. Nekem pedig ettől óriási ötletem támadt. Ezek a bugris parasztok hülyét csináltak belőlünk. Rendben van, de akkor most mit csinálunk hülyét belőlük? Hadd tudják meg! Biztos, hogy nem zápult meg a fejed? Nem, felséges uram. Hé, menj csak alébb. A bal szerencse mindig is élesítette az elmémet. Na, nézzük csak. Mi az, hogy királyi non plus ultra? Olyan előadás, amit ezek a bugris falusiak egy életen át nem felejtenek el. Még egy előadást akar tartani holnap este? És holnap után is? Azután, ami ma este történt? Pontosan! Lehet, hogy ő hercegsége igen, de ő királyi felsége nem. Méltóságomon alulinak tartom, hogy rohadt paradicsomban dobáljanak. Felséged megsértődött, de szavamat adom, hogy senki sem fogja paradicsommal dobálni. Holnap este biztos nem. És amint megígértem, telesebbel távozunk ebből a kosztészekből. El alkalommal? Biztos vagy benne? Kezeskedem érte. Ide nézd, micsoda klassz kis előadás lehet. Gyerekek és nők nem nézhetik meg. Én azért minden esetre megnézem. Rossz vége lesz. Mac, van neked valami fogalmad róla, hogy mi lehet az a királyi non plus ultra? De mondok én neked valamit, Jim. Az első jelnél úgy eltűnünk, mint a kámfor. Aha. Már csak egy pár helyen van. Ilyen előadás csak életében egyszer lát az ember. Tessék, tessék! Ne szalasszák el a soha vissza nem térő alkalmat. Az úr nem akarja megtekinteni az előadást, amire a hölgyeket meg se engednék. Csak 50 cent. Köszönöm! Itt a soha vissza nem térő alkalom. Ilyet életemben csak egyszer lát az gondolod, hogy minden herceg ilyen? Az a gyanúm, hogy igen. Bár ez most a munkához tartozik. Csak két előadás, ma és holnap este! Úgy látom, sokkal több ember van, mint tegnap este. Remélem, többen már nem jönnek. Van közönségünk, nem túl sok, annyi, amennyi kell. Készen állsz a függönyhúzásra? Igen, felség, készen állom. Jól van, akkor figyeld a jelet. Először mindenképpen el kell mondanom valamit ezeknek a tökfélkóknak odakint. Uraim! Szívesen mondanám, hogy hölgyeim is, uraim, de egyetlen hölgy sincs itt ma este, hiszen ott hagyták a feleségüket. És ez így is van rendjén. Mert lesz itt egy pár dolog ma este, ami nem való az érzékeny női tekintetnek. Mint amellett biztos vagyok benne, hogy a barátaiknak rengeteget fognak majd mesélni erről a kis különleges programunkra.
Erről az igazi örökbecsök kis mesterműről, erről a kis tragikomédiáról, melyet minden idők legnagyobb színművésze ad előre. Előadta már Európa összes királyának, akik nem állhatták meg, hogy tovább ne adják a hírét a világ összes többi királyának, hercegének és főurának. És most, uraim, önökön a sor, hogy nem tekintsék ezt az előadást. Ilyet még életükben nem láttak. Kezdődjék az előadás, a királyi non plus ultra! Számolnak barátaiknak előadásunkról, melyet már csak egyszer ismétlünk meg, mert egy hatalmas londoni színházban kell fellépnünk. Biztos vagyok benne, hogy barátaik ugyanígy fogják élvezni az előadást. Ennek reményében búcsúzom, jó éjszakát! Jó! Álljatok meg egy percet! Nyugalom, ember! Tudom, hogy gyűlösek vagy, de én is az vagyok! Hagyját járattál velünk a felbiztos! Nyugodjatok meg! Elkapjuk azt a két pasat! De én használjuk a fejünkkel! Hallgassatok el már egy percet! Én figyeljetek már rám! Először is! Hírét visszük, mindenkinek elmondjuk, milyen jó előadás volt. Mindenkit bebolondítunk a színházba. Aztán, amikor a jó öreg sima beszédű megint ide tolja a képét, elkapjuk a cimborájával együtt, jó, és bevelegítünk, amit kaptak! Hol volt ennyi ideig? Úgy mászik, mint egy csiga. Jaj, ugyan már, fiam. Ennyi, ennyi. Semmi szükség erre a nagy sietségre, fiam. Minek mennénk el a holnap esti előadás előtt? Úgy érti, még egy előadást akar? Ez csak természetes. Két előadást ígértünk, tartanunk kell a szavunkat. Ó, de most... Azt ajánlom, hogy adjuk át magunkat az ártatlan álom édes örömeinek. Megköszönöm, tessék csak. Tessék, köszönöm. Tessék, köszönöm. Szerinted mi van náluk azokban a barna papír zacskókban? Szerintem az, amire te gondolsz. Zártojás, rohadt paradicsom. Lehet, hogy még kődarabok is. Ma este botrány leszánk. Óriási botrány. Igen, nagyon úgy néz ki a dolog. Szerintem most azonnal meg kéne lépni. Szerintem is. Csak azt nem értem, miért nincs itt a herceg. Mit gondolsz, mennyi idő alatt érjük el a tutajt? Körülbelül 20 perc alatt. Nagyon tévedsz. 10 percnél több időd nincs rá. Gondolom, hogy körülbelül ennyi idő kell ezeknek a fafejű bunkóknak, hogy rájöjjenek, hogy most aztán tényleg nagyon át lettek verve. Gyerünk, kapjuk a nyakunk közé a lábunk. Hé, az öreget ott felejtettük. Ne törődj vele, nem lesz semmi baj. Kicsalta a pénzüket, nem irigylem, amit kapni fog tőlük. Halljátok. Hogy jöttek rá ilyen hamar? Ajaj, attól félek, nem eléggé készültünk fel a mai estére futás gyorsan. Itt van a Adja ide a rudat! Adja ide a rudat! A király hol van? Ne törődj vele, hol van! Adja csak majd én! Most aztán tényleg úgy éreztem, hogy elvesztünk.
Minél jobban taszigáltuk, mintha annál lassabban haladtunk volna. Ui! Elkapott a sodrás! Úgy látom, jó erős! Nézd, hogy megindultunk! Ez aztán az igazi gyönyörű látvány, mi? Még sose láttam ennyi pénzt. Hé, ide figyeljen, herceg! Nem hagyhatjuk itt az öreget. Vissza kéne menni érte. Felejtsd el. Háknak igaza van, méltóságos uram. Főleg, ha azt nézzük, hogy az öreg Franciaország jogos királya. Úgy hallottam, valaki leendő királyi felségemről tett említést. Felséges uram, ez egész idő alatt itt volt? Abban nem vagyok biztos, de én szóltam, hogy idejében lépjen le. Nem is akarták megtartani az előadást. Csak azt akarták, hogy szóljanak a barátaiknak, és maguk elszedjék a pénzüket. Hát persze, és el is jöttek. Pontosan úgy, ahogy gondoltuk. És nem azért, hogy megnézzék az előadást, hanem hogy megdobáljanak bennünket rohadt paradicsommal, és nyilván volt náluk egy kis kátrány meg toll, és az is ránk várt. Megmondtam, hogy hülyét csinálok ezekből a kulturálatlan idiótákból, és Istenemre mondom, meg is tartottam a szavam. Ráadásul gyönyörűen teljeltek is ezért a megtiszteltetésért. Ez a királyi igazságszolgáltatás, fiam. Ez a királyok és hercegek életének igazi értelme. A herceg és én királyi igazságot szolgálunk. Ide figyelj, Hák. Te nem csodálkozol azon, ahogy a király meg a herceg viselkedik? Nem. Ők már csak ilyenek, Jim. Na jó, de ezek nem mások, mint közönséges csirkefogók. Hát éppen ezt mondtam én is, Jim. Ezek közönséges csirkefogók. Nézd meg az öreg 8. Harryket. Ezek vasárnapi iskolai tanfelügyelők ahhoz képest. Képzeld el, hogy minden nap új felesége volt, és másnap reggel lenyisszantatta a fejét. Na, ne mondj már ilyet. Ilyesmit azért senki sem csinálna. Dehogy nem. Olyan megszokott dolog volt neki reggelenként, mint a reggelie. Azt mondta, hogy... Hozzátok fel, Nelgwint! A következő reggel meg csapjátok le a fejét. És le is csapták. Másnap reggel hozzátok Jane Short, vágjátok le a fejét. Azt mondta. Jim, és ezt legalább 100-szor megcsinálta. Hidd el, mind ilyenek, minden király ilyen. A hercegek is. Jim, minden királyi népség egyforma, mások, mint mi. Király, herceg, mind egyforma. Azt hiszem, hogy így nevelték őket. Hák. Te meg én. Nem vagyunk senkik, de megmondom neked az igazat. Boldog lennék, ha sikerülne már túladnunk ezeken a felségeken is. Egyedül lehetnénk, csak mi ketten, mint régen. Bárcsak így lehetne, Jim. Egyedül te meg én. Ez az igazi barátság. És sikerülni is fog. Valahogy. Remélem, legközelebb is velünk tartanak, amikor azt meséljük el, hogyan tűnt el a barátom, Jim. Elindultam, hogy megkeressem, de közben elég sok bonyodalomba ütköztem. Te vagy az? Tényleg te vagy az? Én vagyok a nagynénéd. Magyar hangok. Dunai Misi, Kerekes József, Láng József, Perlaki István. Fényképezte Cyrus Block. Zenéjét szerezte Ted Ackley. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Videók stúdióban a Vajda Voice Kft. Készítette. Magyar szöveg Kléner Gizella, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens és vágó Kis László, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Vajda István.